Az Országos Széchenyi Könyvtár, Celdömölkváros önkormányzata, valamint a Kemenes-Aljai Művelődési Központ és Könyvtár által szervezett emléktábla-avatási ünnepségen Rózsa Dávid, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója mondott tábla-avató emlékbeszédet, ismertetve Györke József életútját és a magyar kultúrtörténetben betöltött fontos, ám kevésbé ismert szerepét. Pályája kezdetén nyelvészként dolgozott, ő az uráli nyelveknek volt a szakértője. Több évig Észtországban vezette az ottani Magyar Kulturális Intézetet, illetve az egyetemen is oktatott. Ott ismerkedett meg a könyvtárüggyel is, hiszen a Magyar Intézet könyvtárát vezette. Itthon könyvtárosi képesítést is szerzett, és ennek később aztán nagy hasznát vette, amikor az Országos Széchenyi Könyvtárban tudott elhelyezkedni, ahol azok után, hogy véglegesítették az állásában, tulajdonképpen villámkarriert futott be, és ennek köszönhette azt, hogy 1945-ben egy hatalmas feladatot kapott, hiszen Fici József utódjaként az ő feladata volt az, hogy a háború utáni kármentést, illetve a Nemzeti Könyvtárnak az újraindítását elvégezze. Mindössze 15 hónap adatott meg neki, hiszen néhány hónappal a 40. születésnapja előtt fiatalon elhunyt, de ez alatt a 15 hónap alatt mindazt, amit el kellett végeznie, lényegében elvégezte. Újraindította a Nemzeti Könyvtárt, megmentette a dokumentumállományát, újraindította a Magyar Nemzeti Bibliográfiát, a könyvtár folyóiratát, a magyar könyvszemlét is. Hatalmas munkát végzett a Széchenyi Könyvtár irattárában. Ennek megvannak a dokumentumai is, rengeteg napi szintű problémával kellett megküzdenie, úgyhogy egy hatalmas munkabírású, kitűnően képzett egykori kollégát tisztelhetünk benne. Rózsa Dávid főigazgató beszédében örömét fejezte ki, hogy szülővárosa emléktáblával tiszteleg érdemei elismeréseként Györke József munkássága előtt. Rendkívül örülök annak, hogy ezt az emléktáblát most föl tudtuk közösen avatni, hiszen Györke Józsefnek nincs olyan emlékműve, amely előtt fejet hajthatnánk, hiszen a Farkasréti temetőben egykor állt síremlékét sajnos már felszámolták, és nagyon örülök annak, hogy a szülővárosában, ráadásul az édesapja egykori munkahelyén itt felavathattuk most közösen ezt a táblát. Az emlékbeszéd elhangzása után az avatás ünnepélyes pillanatai következtek. A Szakács László kőfaragó által készített emléktáblát Rózsa Dávid főigazgató és Németh Tibor, a KMKK Kresznerics Ferenc könyvtárának vezetője leplezte le, melyet követően az Országos Széchenyi Könyvtár, Celdömölkváros önkormányzata, a Kemenes-Aljai Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a honismereti munkaközösség képviseletében a jelenlevők elhelyezték a tisztelet koszorúit a frissen felavatott emléktáblánál.